Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a Bika jegyében születetteknél? Rahu az a felfele mozgó kármikus csomó, utal anyagi dolgokra, és egy olyan életterületre, vagy egy olyan útra, kiútra, ahol mi nem ismerjük ki magunkat. És itt a Bika jegyénél lesznek most ezek a változások, hiszen Ráhu, ez a felfele mozgó kármikus csomó a Bika jegyében mozog. A Bika jegyében születetteknek szerencséje lesz a szerelem a párkapcsolat területén, azon kívül lesznek fontos beszélgetések, különösen ami az otthont, a családot illeti. Február 1-én új hold van. Itt fontos a visszahúzódás, elgondolkozni bizonyos dolgok felett, vagy meditálni, ezek a tervek, hogy lehetne ezt megvalósítani. Február 16-án teli hold van, megvilágít valamit, itt az a fontos, hogy mi vagy ki áll a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll, itt megállnak egy pillanatra az események, utána előre halad, tehát előre mennek a dolgok. Február 4-én a Nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A Nap megvilágít valamit, tisztázódik valami. Szaturnusz bolygó hatása alatt lehetnek még ugyan korlátozások, de az is lehet, hogy lesznek sorsdöntő változások, hiszen Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. És most megnézzük a képeket. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes havi jóslást, például február hónapra, a díjam 3500 forint. Itt ez a ház utalhat az ő otthonára, a te otthonodra, a környezetre, a szomszédokra, rokonokra, és itt fontos különösen nála, ennél a férfinél, ha te egy férfi vagy, akkor rád vonatkozik, ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a lelki társadat. Ő itt szeretne legyökerezni, lehorgonyozni, fontos számára a biztonság érzete. Ez a fa jelent egészségügyi témákat is. Az jelentheti azt, ha valaki beteg a családban, a környezetben, akkor itt lesz gyógyulás. Itt ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, az lehet egy egészségügyi terület is. Ami a baráti kört illeti, erre utal ez a kutya, itt megvannak a hamisságok, és ez fáj, hiszen itt megjelenik az ostor. Az lehet a te környezeted, lehet az ő környezete. Fontos az, hogy kezetekbe vegyétek ezt a kulcsot, ami utal arra, hogy legyen meg ez a magabiztos fellépés, vagy ezzel a kulccsal zárjatok le valamit, mégpedig a hamis barátságokat vagy ismerősöket. De ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, ezek új kapcsolatok, mert a gyermekek utalnak ezekre az újdonságokra. Amit a kártyák még jelentenek, hogy a titkok, ez a zárkózottság véget ér, és a gyermekek jelentik az ártatlanságot, vagy azt, hogy itt kisüt a nap, kiderül az igazság. Amit a gyermekek és a könyvek és az a torony mi jelképez, ez az iskola, a továbbképzés, a tudás, a tanulás és természetesen a gyermekek.
de jelentheti azt is, hogy te szeretnél egy továbbképzést, és a gyermekek jelentik, akkor ezt az új kezdetet, légy magabiztos, légy nyitott erre, ez sikereket hoz, és ez az út jelenti azt, itt kivirágzik valami. Ez a medve jelenti az élet erőt. Itt az otthon ad számodra erőt, nem csak számodra, hanem számára is, hiszen itt le tudtok gyökerezni. Itt lesznek változások, különösen ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak utalnak pénzügyi dolgokra. Itt van a szerencse, ez lehet egy nyeremény. A gyűrűk jelenthetik a házasságot, vagy a kapcsolatokat, szerződéseket is. Hiszen itt van alatta a levél, ez tényleg lehet egy szerződés. Itt folyamodnak a dolgok, kitisztul valami, itt van a jövő, kivirágzik valami, és ez a siker meg lesz, de ez eltarthat nyár hónapig. Addig még mindig olyan titokban van valami, amíg kinyílik ez a könyv, és kiderül az igazság, vagy tudsz tisztázni valamit a környezetedben, ez el fog nyárig tartani. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy a kártyalap szélén, és az azt jelenti, hogy jelen pillanatban minden túl sok. Nem akarsz semmit nézni vagy hallani, a legszívesebben elszaladnál a dolgok elől, hiszen itt látható az utad, ahol ott vannak a kövek, tehát a nehézségek. Ezek lehetnek félelmek is, vagy valaki nehezíti a helyzetedet. De szerencsére itt van ez a sarló, és a sarló elvágja ezt az élet szakaszt, a köveket, vagy ezt a szemét, és itt lesz nálad egy sorsdöntő fordulat. Hiszen az élet utadon elérkezel most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább. A nehézségek itt véget érnek, lesz változás, és ez a könnyűség. Kapsz egy fontos hírt, ez nem csak a munkára vonatkozhat, egy szerződésre, hanem itt a szerelemre is, hiszen itt van mellette a szív és a hold, ami utal az érzelmekre. Itt ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, itt mellék utakon oldódik meg valami, hiszen itt vannak még nehézségek, problémák, valami még átláthatatlan. Ez a torony jelentheti a félelmeket is, amikor fogva érzed magad, és itt ez a kígyó jelenti a megújulásokat, de lehet egy nő is, aki miatt vannak ezek a nehézségek. De ez elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat, és az egerek eltávolítják, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát eltávolítják a nehézségeket, eltávolítják ezt a tornyot, ez a kígyó lehet egy nő is, akkor az egerek eltávolítják ezt a nőt is. Itt látható ez a lovas férfi, ez lehet egy más férfi, mégpedig a múltból, hiszen a koporsó olyan régi dolgokra utal. És ez a férfi eltávolítja ezt a hölgyet, lehet, hogy itt vállás van, hiszen ez a torony lehet egy bírósági ügy is, amit neki rendeznie kell. De itt kinyílik a kapu, ezek a lehetőségek, és akkor ezek a kártyák rá vonatkoznak. De nem biztos, hogy itt egy férfiről van szó, hiszen ez jelenti a mozgást is. Ez lehet sport, vagy autó, az is a mozgásra utal. Itt voltak még korlátozások, nem tudtál úgy utazni, ahogy szerettél volna, vagy akartál venni egy új autót, de még eddig nem sikerült, de itt lesznek változások, itt kinyílik ez az ajtó, és akkor megkapod ezt az autót, tehát erre is utalhatnak a kártyák.
És én kívánok neked egy szép napot és szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!